Na, egy első könyvvel indítsunk, akkor Kozma úr legelső. Minden egyes versenyben van négy értelmezés, igaz? Nem igaz. Mert nem minden versenyek van. Tehát az, hogy és szólt Isten Mózes, ez mondván, ennek nincs négy értelmezés értelmeszerűje. Általában a big picture-t kell nézni, a történetek, a sok történetek van, de nem minden egyes mondatnak a Tórában. Jó van. A Éva kettes. Pontosan, hamis, pontosan. Vigur. Igaz. Igen. Tovább értelmezi a Midás, pontosan. Szuper jó. Tímea, négyeske, ötöske, négyeske. Négyes. Persze, hogy nem igaz. Miért nem igaz? Mi van a Talmudban? Timi, nézel rám. Mi van a Talmudban? Midrások, és minek csönd arról? Nem, az más. Van a Talmudnak egy csönd mindenkinek. Van egy valami agadikus része, jelbeszél része, és van egy halakikus része. Tehát a Talmudban van, persze van a midrások, nagyon sok, de az egy része, a másik 50% picit, az a halakha. Tehát van halakha és van agada. Jó. Oké. Szabó úr. Ötös. Nem vagy meggyőző. Imi ötös. Nem tudom, hogy az igen vagy nem. Na, akkor szavazzunk. Ki szerint beszélnek halakáról? Ki szerint nem beszélnek halakáról? Persze, beszél halakáról. Rengeteg midrás van. Beteg látogatástól kezdve néztük. Teljes műsor ebből tanuljuk ki. Persze, kettőt néztük példának. Van még rengeteg, rengeteg. Halakikus midrás néztük is. Halakikus midrások vannak. Jó van, nagyon jó. Akkor Anna ide belendült, akkor hatos. De. Nem, elfogadom azért, mert nem is, hogy volt rabbi diplomájuk. Tehát emberek írták, nem, tehát azt, igen, szóval a saját magamat vertem át ezzel a kérdéssel, mert valóban a válasz nem, mert midrást bármilyen autentikus ember mondhat, írhat, ha autentikusra válik. Nem volt rabbi címe, volt Smuel nevű, vagy nem rabbi, ő például ő is írt midrásokat. Szóval, aki autentikus. Tehát írsz te is midrás, csak ebben kinevetik. Szóval, de bárki, de aki tovább gondolja a Talmud, vagy a Tórának a gondolatait, és megfelelő szinti megvan a előző kettő szint, a sát meg a remez, tehát már teljesen birtokolja, tehát tovább léphet. Jó. Kérdezek valamit mondani. Ehhez. Igen. 5-6 évvel ezelőtt mondtam egy bártorra, és akkor, amikor befejeztem, azt mondta, hogy ez migráns volt. Igen. Emlékszel? Igen. Tehát igen. Jó. Hetes, Földi úr. Összeértem, igen. Persze, hogy azért van, akkor megértsük pontosan. 9-es, ki nem volt még, Zsirádon. 8-es. Tudom, hogy kihagytam direkt. Hogy igen, most a 8-as, igen. 8-as, ugye? Szent szöveg. Csönd! De igaz. Igaz. A midrás ugyanúgy szent szöveg. Tehát ha egy midrás azt mondja, hogy nem mehetsz együtt teljes 20-ossal, mert szent szöveg, mert halakába válik. Igen. Oké, okay. Itt a bölcsészek kedvé a Bükler újat a 9-esre, hogy érti a szavakat. Igen. Ez neked direkt. Pontosan, ez angolukon írva, de értjük mindannyian a 9-es kérdést. Jó van, per igaz, pontosan. De maga, ugye hogyan rabius predikációt, dróse, drása, mi olyan az, oké, okay. Nagyon jó. 10-es Mandelur. Írott hagyomány része? Hát most már le van írva. Nem azt kérdeztem. Nem. Oráló vagy meg? Na? Na, it's oral. Oral. Igen, side, pontosan. Side. Igen, a szóbeli hagyomány része, leírták már, de
Ma már minden szubhagyományt, hogy nézzük, az orállót, ugye a Talmud, a Mishnah, mind-mind a szubhagyomány része, a Tanakh az a írott, ugye? Jó van, Huba úr volt már? Igen. Akkor most legyen, 11-es. Hamis. Természetesen igaz. Néztük, a Krónikák könyvében van két hely is Midrásokról. Igen? Tehát már a Krónikák a legutolsó könyve a Tanáknak, ott már beszél Midrásokról. Úgy, hogy van egy Midrás gyűjtemény, akkor már van. Jó van, 12-es, egy nagyon könnyű kérdés. Ki nem volt még? Éva. Igaz. Nem igaz. De Isten mondta is. Igen, jó. Nem beszéltünk múlt héten erről, de pont az a lényege, hogy a emberi nyelv, az mond mindenféle dolgot össze-vissza. A Tórában nincs ilyen. Tórában minden betűje, maghangzója, hiátusa, bármi, van üzenetem. Vita van a tanul, hogy a Tóra emberi nyelven, nem emberi nyelven van. Az a döntés, hogy nincs emberi nyelven, ezért kell értelmezni. Ha úgy beszél, hogy olyan, hogy mi volnánk, akkor nem kéne magyarázni, mert értenénk. Tehát épp egész Talmud arról szól, hogy Tóra mit akart mondani ezzel a mondattal. Mindjárt mutatok egy példát erre, ide is rakom mindjárt, és hogy lássátok. Mindjárt látok angolra is. Az a rész van, az ugye, és Izsák öreg lett, és hiszem, elvonásultak a látása, és hívta Izsut a gyermekét, a nagy gyermekét, és azt mondta neki, így gyermekem, stb. Tehát itt például az, hogy itt ez első mondatunk, utána ezt kihallgatja ugye Rebekka, ezt az egész beszélgetést, mert végül somát bedabér itt hákel, és no, hallotta Izsák, Rebekka, amikor beszélt a gyerekével, és ment, hogy menjen vadászni, és Rivka azt mondta Jákobnak, az ő gyerekének, hogy mondan, gyere, hallottam apád, mit mondott. Sose fogja kiadni például magyar azt is apróságot, hogy Rivka hallotta, hogy bez Izsák az ő fiával, Bno, himnemben, hiszán, és Hörszán, Ézsau, a Rebekkának, a Izsáknak a gyereke, míg Jákob, hol van? Jákob, meg látjuk a Rebekka gyereke. Tehát az, hogy bocsánat, tehát itt van egy házas pár. Van egy Ézsau, vagy van a Izsák, és van Rebekka. Kékülmétibusú ember, és Izsák, aki már kezd vakká válni, és itt jön a bizonyos, hogy vakká válik, hogy egész rosszul gondolkodni. Bizonyos kor fölött, a kommentátorok leírják azt, hogy ez a szem elgyengüléshez mit is jelent pontosan, miért a szeme gyengüli. Ezt elrosszul látod, és azt hitte, hogy Ézsau az ő igazi fia. Az ő fia többször elmondva, és erre a válasz a Tórának az, hogy Rebekka azt mondta, hogy az ő bná, nőnembe van írva. Angol visszaadja, magyar nem adja vissza. Tehát ebből a apró gondolatból, hogy bnobna, kik a rabik azt, hogy a két szülő közül melyik és hogyan viselik melyik gyerekek kapcsolatban, pont nem látszik a többieknek a mindjárt másodperc, ezt megmosztom azért, hogy így lássuk, mert itt pont lemaradt a felvételről. Igen, szóval itt van a amit előbb néztünk, hogy Izsák a himnemben a Ézsau Izsáknak a gyereke, míg Jákob Rebekkának a gyermeke. És egy példa volt ez. Tehát éppen ezért, tehát ezek apróságok, amire lehet midrásokat fűzni, nem lehet a Tóra így, hogy üzenni akar ezzel, hogy igazán, hogy itt ebben az egész ügyben a Frankó, ő a Rebekka lesz majd. Oké, az utolsó kérdésünk mindjárt. Másról elvesz ez a kérdésünk. Igen. Utolsó kérdésünk pedig az, hogy mindjárt nézzük. A négy értelmiségrendszer egymásra független, Tímea,
De szerintem még nem. Egymás, persze, pontosan. Sát, remes, drász szólt, egymás, de nem, ezt mondta, hogy nem lehet átugrani a szinteket. Tehát te nem tudsz új kabát tanulni, nem tudod ki az Ábrahám. Ábrahám, Izsák, Jákob tanul meg, kik ő, mit csinálnak, mi a sztori, stb. Kezdje gondolkodni, lehet a kezdje összefé. Ez mind megvan, akkor jutsz el a kabalisztikus szintre. A, na, meg. Az első az miért, mert ugye van a számmisztika a Tórában, és azt ugye arra volt szó, hogy a számítik, akkor minden betűnálni. Igen, de az itt értelmesen van szó. Na, megyek vissza a szövünkre picit, ezt akarom megnézni. A előző órára utalva, köszönöm szépen, hogy a tárgumokról, oda is van írva, mint látjátok, a tárgumok voltak a Biblia legelső értelmezései. Eci fordítás, ez pont nézzük múlt alkalommal, hogy a Nehemiá könyvében ott volt, ezzel felolvasta a Tórát, és mellette tolmácsoltak a mai héberben metargem, letargem, targum, és fönnmaradtak nagyon korai tárgum, a nép már nem beszélt héberül, voltak szinkron tolmácsok. Ott álltak a tolmácsok mellett, és szinkron tolmácsok a Tórát, nép értse. Ja, ez ma is egyébként éppen ezért van a tolmácsok asszal mellett két ember, szombat reggelenként, hogy erre utal, ez szimbolizálja. Tehát, és ezek a tárgumok időnként szinte szó szerintiek, időnként pedig teljesen elszállnak a szövegtől, és adnak mögé egy plusz értelmezést, hogy a hallgatóság számára a sztori egyértelmű legyen. Ez pláne olyan történeteknél van, amikor amikor nem egyértelmű az, hogy ki a jó fiú, ki a rossz fiú. Na, ezt a példát mutatni nektek, hogy kinek lett hibátlan. Egy hiba, szuperek vagytok, két hiba, sok hiba, jó. Igen. Jó. Itt van a történet, amikor elküld ugye vadászni a öregedő, már vak Izsák a kedvenc fiát Ézsaut, vagy vadat csinálja meg kajának, hogy megáldja őt. Ezt hallgatja ki Rebekka, és beöltözteti Jákobot, az ő fiát, aki sátorlakó volt, bőrökbe, szőrökbe. Ez egy ilyen kis sima bőrű volt, míg ugye Ézsau, más nyelven Edom, egy vöröses, szőrös vadászember volt, egy szupervadász volt gyakorlatilag, tényleg egy ilyen Rambó 2 volt, és ugye ki elküldő vadász, és mit látunk, hogy van egy furcsa dolog, miszerint Ézsau elmegy vadász, a szupervadász, Rebeka kihallgatja a beszélgetést, odaívja a kisfiát, fiak, hogy csináljunk apának kaját. Válasz ki állatot, vágjuk le, mit csinálják, kivágják az állatot, levágják, földrabolják, kikóserolják, megfőzik kajának. Ez unterunzge zárt, ez egy félnapos munka, mert volt, látott ilyet, tehát egy állatból csinálni egy rántott csirkecombot, vagy rántott marhacombot, elég hosszú. Kérdés fölmerül az, hogy hova tűnt Ézsau az időszakban. Hát kimegy, lő egy mamutot és visszahozza. Hát mi történik? Igazából eltűnt. És egész történetet végig tudja játszani Rebekka és az ő fia Jákob. Egy csókol meg engem, megírja a ruhája illatát. Érdekes, hogy a ruhája illatára 27. És hogy lássuk, hogy például miket tesz hozzá a 4-25. Tehát például, na, de például itt van egy Jákob ruhája illata, például, mint látja, a Istennek az illata gyakorlatilag. Tehát amikor ezt az a mondat politikálják, az a szöveg, hogy
És odalépett, és megcsókolta az egész a ruha illatát, mint a vak apuka a gyerekének, és megáldotta őt, és azt mondta, látom a gyermekem ruháját, az illata, a mező illata, Isten megáldott. És akkor ez a egy mondat, hogy ilyen hosszú kommentárt írt hozzá, hogy mi is igazán, mit jelent ez pontosan, hogy megértsük, ez egy nagyon furcsa mondat. Na, menj tovább egy picit, az áldás, de amit akarok, igen, itt van. Ez az én sztorim, amit akartam mondani. Igen, bocsánat, föl. Igen, 29, 30-as. Na, nézzétek meg, egy nagyon jó kis történet. Igen. Na, 31, így az a szöveg, nem így tudja a történetet, hogy és csinált ő is, mármint Ézsau, a fiú, finom étteges, mert itt apján, és azt mondta, apám, kelj föl, egy nagyon csúnya, Jakum, ez egy nagyon talpra apám, a vi, vagyok hál, egyél, mi cél, bno, egy a fiadnak, fiának a vadászatából, bávúr, te vár a hán, hogy áldj meg engem, a te lelked. Egy nagyon csúnya egyébként a hébere, tehát egy nagyon agresszív hébere van, szemben a Jákobnál, aki le is bújik ezzel, hogy drága apám, üljél föl. És itt jön ez a mondatra, ugye mit látunk, egy egyszerű olvasó, engem is sajnálni az Ézsaut. Itt egy egyszerű fiú, tényleg primitíven beszél, csinálja a kaját apjának, kimegy, vadászik, mit tudom én mi, miközben, mert tudjuk, hogy előző sztoriban itt éppen megáldják, ugye, a nagyon híres áldás, hogy adj Isten neked az ég harmatából. Tehát miért tudjuk a sztorit, hogy egy lúzer. Szerencsét egy lúzer lett, mert az anyuka, a kistestvér össze voltak ellene, és ellopták a paját, aki vak apuka kitapogatja a szőrös ruhákat, amit rátekert a anyja a testére, hogy nagy lebukjon, így is lebukott, amilyen Jákob. De végigjátszották, szerencsétlen, mert azt mondja, hol az Isten igazságosság? Hát ez megy, csinálja, vágja, nem egy Shakespeare-i nyelvezettel, de elmondja, hogy el akar mondani, és hogy megfordítsák az ember gondolkodását, éppen ezért egy nagyon egyszerű dolgot csinál a midrás. Ezt a mondatot, a valami midrás, a Targum, vagy midrás, átírja. Nézzétek meg. Ahogy kezdi, hogy Isten elvitte Ézsau vadász szerencséjét. Magyarul nem tudott vadászni. Magyarul Isten beszólt a játékba, sehol nincsen ez ebben a szövegben. Ugye elvitte a vadász szerencséjét, és Isten is beszállt, hogy Jákob mehet le, és hogy megye csinálni. Szerencsétlen mit csinált? Veska kalbachada. Mit tudott csinálni? Fogott egy kutyát. A kutya az ókori, a mai arab világban is, ez nem volt egy tiszta állat. Ma már ugye tiszta állat, de régen ez egy totális tisztátlanság szimbólum a kutya. Mit csinál Ézsau? Nem volt mamut, fogott egy kutyát, az fogta magát, és vekát legyilkolta, és ebből csinált apjának finom kajákat, vár már le a végják, kumába, kejfelapám is adjának, innen folytás van. Tehát ide, a kis lukba belerakja azt a szöveget, hogy ami nincs benne, tehát ilyenkor fogva, a hallgatóság, ugye ebben szót nem értettek, de ez, ó, ez a mocskos Ézsau milyen szemét volt a szent apjának, Izsáknak tréfidot enni, hát meg is érdemli a sorsát. Gyakorlatilag a midrással megfordították a sztorit, és Ézsauból a szerencsétlen fiúból csinálta egy bűnös fiút. Tehát a midrás erre jó például. És innentől fogva már meg is értjük, hogy miért van, hogy Isten miért állt ki Ézsau mögül, és az mögül hiszem, egy ilyen csávó, aki ezt megmeri csinálni, saját apja, a saját zsidó apjával, hogy kutyát ad neki vacsorára, az más bűnökre is képes. Szóval, ismerted? Az a változott volna, amiről nem tudom, pontosan elmondani, igen. Na, csinál. Nem tudom, hogy miért tartott egy ideig, mert többet
Igen, de ez mind targum, ez mind midrás. A midrás arról szól, hogy ez volt a kérdés, ugye, hogy a személyiséget pontosítsa. De az előző órában volt, az kimaradt még a öveget sietnem. A mai témánk ennél sokkal jámbrabb téma lesz, méghozzá a szombat. Méghozzá nem csak a szombat, hanem ugye a szombatnak bizonyos olyan része, amit ismernünk kell, amit úgy hívunk, hogy melacha. Magyarul meló. Nebik. Oké. Okay. Melacha. Munka. Mint látjátok, könyvek vannak róla, listák vannak róla, ezzel meg most is a könyvben, hogy le is fémásoltuk. Mi szerint a rabbik azt mondja a Tóra, a szombat a kapcsolatban, hogy lotászú kolmelachá, semmilyen munkát ne végezzetek, a melachá szó van használva, ami azt jelenti rám, hogy teremtő munka. Van két szó a héberben, az avodá és a melachá. A melachá, ez a Tóra így használja, ugye, és egy picit különbség lesz, mert ebből a magyar meló szó is, mint mondtam, volt, és ebből a rabbik azt csinálták, hogy megnézték, hogy milyen munkát csináltak az elejénk, amikor a pusztai szentét építették, és összeszámolták, összeszámolták, hogy milyen típusú itt van, ebben a könyvből van kivéve, remélem, látszik is fog, oké, de érdekel engem, ez sem érdekel, 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 hol a kép, hol a kép, oké, na. Na, itt nagyjából látszik, hogy azt mondja a Tóra, hogy a pusztai szentét, a miskánt ne építsétek szombaton, és erre a rabik azt mondták, hogy hogyan, milyen munkák vannak a sátorépítéskor. Itt van ez a, mit tudom, itt van ez a kerítés, akkor ez a kerítés részt is, hogy mit kell csinálni. Itt van ez az anyag, sátoranyag, hogy mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, hogyan csak anyag, tehát hogyan kell egy bárányt lenyírni, stb. És minden is, hogy munka folyamatot, ami volt, összeszámoltak és megcsináltak, hogy ezeket tiltja a Tóra. Itt van például, látjátok azt, hogy milyen munkák kellenek ahhoz, hogy megcsinálnak egy anyagot. Mindjárt függ nézni utána egy pillanat múlva. Tehát a anyag, a bárány lenyírása, kifésülése, igen. Például itt van, itt amik van, mindjárt függ nézni őket pontosan. Tehát leginkább két olyan dolog lesz majd, ami a sok munkát fogja összehozni, egyrészt az anyag elkészítése, illetve volt a szentélyben a színkenyér, a kenyér, mindjárt keresít a kép, itt volt előbb, ez a szent, igen, truma, igen, ez a kenyérnek, ebben volt 12 fajta kenyér volt mindig a szentélyben, ugye, ez a magyarul színkenyér, nincs magyar neve. Lekem a pannim, az a héberül, így van. És azt mondják a rabik, hogy nézzük meg, hogy hogyan készül a kenyér, az anyag, ezek a legtilalmasabb dolgok, és ebből, ez alapján rakjuk össze a tiltott munkákat, és kihoztak a rabik 39 fajta munkát. 39 munka, egy teljesen szubjektív történet, ami objektív alapokon van.
Nagyon komoly halakája van neki, egyébként a prezi van csinálva. Nem tudom, prezi, hogy kell prezit kezelni? Kicsit lejjebb, az egész képen. Nem. Igen. Csak azt léptek is. Aha. Akkor ezt megnyitom. Tehát ez egy rabbinikus dolog. Tehát a Tóra egy szót nem beszél tilos munkákról. Tóra három dolgot mond. Egyik, ne építs fel a pusztai szentélyt szombaton, tehát ne dolgozzál, ne gyújtsál tüzet, mert nem menj ki a városodból. Ennyi. Az, hogy te nem mit tudom én, nem cippelesz, nem cigizad, amíg a svecél van, de mit tudom én, bármi van. Igen. Úgy hívják Ávmelachá. Szóval most láttam hírt, nem tudom, sosem. Ávmelachá, főmunkod, atya Áv. És vesznek majd toldot, az a jelet szó, leszármazott munkák. Mondok egy példát, jó? Azt mondja a főmunka, hogy tilos szántani, a földet szántani, azt mondja a rabik, ennek egy leszármazott munkája, hogy tilos ezt csinálni, mert ez is egy kvázi szántás. Nem azt mondja attól, hogy ez tényleg egy származott munka. Tilos ölni, tehát tilos állatot levágni, ugye, igen, a húshoz, ez egy főmunka, számozott munka, tilos kemotoszra lefújni egy legyet. Nem ölöm meg, hát semmi közöm hozzá, a gázolik meg a méreg, ez egy számozott munka, hogy tilos megverni egy kutyát például, vagy macskát bármit szombaton, mert a belehalhat például egy macska, vagy kutya, ha el kell rúgdosni őt, egy számozott munka. Ugye csapdát állítani is tilos például. Ezek a toldák. Itt van, ez elég komolynak tűnik ez a prezi, de csak be akarok mutatni, hogy néz ki. Igen. Oké. Okay. Itt van a 39 munka. Ez nem egy periódus rendszer. Itt összerakták a 39 munkát. Azt mondjuk angol is, tehát például itt legalább, hogy levágni, vadászni, levágni, emtolvasni. Nem tudom, hogy egyszerűen az izé. Hát van egyik, ez a mezőgazdasági dolog, köszönöm szépen. Ez a mezőgazdasági dolog, ez a szántani, vedni, stb. Ez a állatos dolog, ez a anyagkészítés, ez az építés, meg a tűzgyújtás, kotev mokék, ez az írás, radírozás, hocá kivitel, makképa tis, az a munka befejezése, stb. Tehát van ott rendszer rá, de lényeg az, hogy nem a világ vége, 39 főmunkáról beszélünk. Ilyen a főmunka, mint látjátok, 39, amit leírtak a rabik, ami a fontosabb, itt ugye van a számosodott munka, mondja például, hogy nem az van pontosan leírva, hanem annak egy hát például ugye ez a citrom kinyomás kérdése. Ez egy, nincs egy ideje számára munkája a vetésnek, például, mert amikor kiszedem, akkor maguk kiesnek, leesnek, stb. Tehát ez elég bonyolult munka, viszont tessék. Szóval itt meg itt el is mondja, hogy azért nem mindenképp, hát a diákban nem szabad, ehhez képest szabad, itt egy színváltoztatás van benne, nem is tudom, mi van pontosan. Tehát a érdekes módon az ortodox betéréshez van egy könyv, amit meg kell tanulni, csak a szombatról szól, három kötetes, a Shabbat Kehil Khatá, azt kell fejben tanulni. Tehát a ortodox betéség az alapja az, hogy a szombat az ember megtartsa. Ezeket mind tudni kell. Tehát lehet, hogy van a igen, jó, oké. Okay. Prezi. Igen. Igen. Tehát, és elég komoly háttere van ennek, ugye, hogy na legalább meg sevet, igen, mindjárt. Igen.
Lányos, arról vélem, mert ezeket egy ilyen részletesen, Igen, szóval elég komoly ez a... Miben fog rakni a... Szóval pszichés... Tehát egy nagyon komoly a egész sabátnak a... Most nem a végben, hát ennyi idő nincsen sajnos. Egyet visszamegyem. Társaki, se én, mit kell. Igen. Ugye itt elválasztja azt, hogy az ember szándékosan csinálja, nem szándékosan csinálja a munkáját. Itt van egy példa, ugye kitépés, hogy ember hajat tilos válni, hogyha valaki véletlenül kitépi az hovatá. Ja, igen, nagyon, nagyon jó kezdve, mindjárt meg fog mutatni, hogy ezt is elkerüljék. Oké. Okay. Tehát, hogy vácsink, tök minden jó. Tehát például nagyon bájos, az a kedvencem, Sabbat, tud, hogy van, ezért tud most, igen. Ez zseniális. Sabáti fog kefe, nem ez, speciál, Sabbat, tud, ez elég lehet. Az a lényeg, hogy olyan fogkefét gyártanak le, amiből nem tud kiesni a szál. Kitépe a szálakat a izéből, de ebből nem tud kiesni, de elkapni kösvati fogkefét. Tehát ezek azok a dolgok, amikor, hogy ne olyan véletlenül a sabbát megszegje, csomó ilyen dolgot tálnak ki a zsidók, hogy ott a pecsét, kóser van írva, kóser, minden, ez aztán szuper sabbati fogkefe. Van ismerősöm. Fogkrém is kell már. Igen, mert pontosan, mert a tilos csinálni szilárdból cseppfolyósat, éppen ezért rárakod, és de a profikat szájba rakják, és ugye ott fölhigítják, és azzal csinálják meg. De tehát ezek már olyan dolgok, amit tényleg a itt van, tessék, itt a Shabbos, itt van a löttyel csinálják. Szóval ezek tök jó dolgok, de azt tudom mondani felebarátaimnak, mert megveszi a sabáti fogkefét a Amazon.com-on, és ide hozatja, hogy kezdjen kóser tenni, mit tudom, járni sinagógába, mert ugye ez mind megvan, akkor jöhet a sabáti fogkefe is majd. Tehát a step by step kell csinálni. Tehát mondom, azt mondja, ezen ilyen van, amik arról szólnak, hogy például az a 39-et még véletlenül se szegjen meg. Hát például jelentsen össze, nem kósert akarom, hanem hogy van a nyakkendő angolul? Time. Na, például egy főmunkának számít, igen, főmunkának szerint a kötés. Mi a tilos kötni szombaton, csomozni. Miért tilos? Mert a csapdaállításhoz kötöttek. A kötés volt, és azt mondja, rabik, hogy tilos kötni csomót. Ott van a tiring, ugye a csomókötés tilos szombaton, 21. számú főmunka, tilos kötni. Tehát itt van. Tehát például itt van a rabikus tilalom, látjátok, hogy nem lehet csábeszkó cicesz kötni sem. És akkor kitáltak a rabik, hogy milyen technikákkal lehet nyakkendőt kötni, úgy, hogy ne szegjen meg a szombatot. Mert az lesz a lényege, szintén, az a csomó, amit köt a nyakkendőre, könnyen kioldható csomóvá váljék. Miért? Mert a Talmud mit tilt meg? A szuper csomókat tiltja meg, mint a vadászhatok például, amikor csak köt egy csomót rá, úgy, hogy ne lehessen kinyitni. Ugye, mi mondom, a csapdaállítás csomóját tiltja meg, és éppen ez azt mondja, hogy olyan csomót, amelyet ki tudok nyitni utána könnyen, vagy egy kesersel káimá, úgy hívják héberül, az tilos, de amit könnyen kikötök, látsz, cipőfűző, stb., azt lehet csinálni, de viszont igazán ortodox emberek, nem tudom, mennyire Izraelbe, nézzenek Sábeszkor,
bebrős cipőben vannak szombattól, hogy még bizonyos elkerüljük a csomókötést, mert idő után, bizonyos tessű után az ember nem kiköti a cipőt, hanem lerúgja a cipőjét is, tehát így leszedi magáról is kész, mert nem tud lehajolni, cipőt kötni már. Hát éppen ezért, hogy ezt elkerüljék a ortodox emberek, ezért ilyen mokkaszínszerű cipőbe járnak szombaton az ortodox zsidók. Pont azért, hogy nehogy véletlenül olyan csomót kössenek, amit bekötve marad. Csak hogy lássuk egy pár kérdés még. Ezek mind-mind rabbinikus döntvények, amik szigorítások. Beszéltünk erről korábban, úgynevezett kerítés a törvény köré. Azt mondja, hogy kérem szépen, itt van ez, ez tilos meginni, a kávé van, szomatot tegyük föl, akkor azt mondják a rabbik, hogy ne is érj hozzá. Mert ha hozzájössz, akkor lehet, hogy meg fogod inni. Tehát hozzájössz, csak rácsolszak ezzel. Ne érj hozzá. Ez ugye ez a kérdés a Tóra körül, hogy egyszerűen megvonom magamtól a lehetőséget is, hogy megszegje bizonyos halakákat, egy szigorítás. Tehát hiába meg is foghatnám nyugodtan, észretném, szagolhatnám, de mihatom meg. Nővéletlenül megígyam, ezért inkább nem. Két ilyen dolog, ami fontos, ilyen például ma már elválnak a vélemények, például állattartás. Az állattartás egyértelműen tilalmas a zsidóságban. Nem azért, mert állatokat nem szeretjük, mert imádjuk az állatokat, azért, mert állatot nem tapizunk szombaton. Miért? Mert ő levágjuk. Macskánkat is. De aztán nagy lázadás, hogy ezen egy csomó ilyen házi állat lett, de az ortodox zsidóknál majd napig nincsenek kutyák, macskák, semmik, mert maga az állat, mint olyan, ez egy óriási nagy probléma, mert a kóser vágás, nem, a sabati vágás miatt ez a bizonyos kerítés a tóra, hogy ne is simogasd meg. Mi van? Van Brooklynban házi kutya? Van. Nem. Nem, ezek a lázadók. A modern zsidók, akik kutyát tartanak otthon. Nem biztos, hogy ez a fok, hogy nem. De ez egy toldá, az érintés. Állatot érinteni, az egy számszerűen munkánk, szóval nem szabad. De ez nem is kóser állat. Akkor sem lehet levágni, akkor sem, pláne, hogy levágjad, szóval de én sem úgy játszom. Igen. Igen, azért nem szokták meg, hogy túl magad, ilyen tisztában. Igen. Igen. És akkor egy új szót vezetnek be a rabbik erre az egészre, ami úgy hangzik, hogy mukce. Mükce. Hát nem akarok hamarok hitni. Mükce. Nincs, mükce, jó kis szó, mükce, mükce. Látjuk, ez egy egyértelmű rabbinikus tilalom. Mindjárt, egy rabbinikus tilalom, Tórában nincsen, én magyarázom. Azt mondja, hogy vannak tárgyak, amit rakjál félre. A kéc azt jelenti, vagy a vége. A koc például tüskehéberül. Rakd félre, ne tapizzad. Ne azért tapizzad, mert nyugodtan tapizhatnád, nyugodtan lehet tapizni, de ne tapizzad, inkább ne is így hozzá. És vannak, ez a mükce, ez egy klasszikus, amikor tegyük föl, elmennétek például Bnei Brakba egy sabátra, arrébb nakrátok. Jaj, mondjuk, mükce, ne nyújj hozzá, hogy ne nyújj hozzá, mert mükce. Hát akkor ez is mükce, minden mükce gyakorlatilag, amit nem tudsz használni. Vannak különböző esetek, nem kell tudni őket ilyen pillanatban. Az a lényeg mindenkinek, hogy látjátok, maga valamikor a tárgy tilalmas, valamikor azért tilalmas, mert ugye olyat csinálnál vele, ami tiltott dolog, a telefon például, valamelyik, amit azért használ, ami nem munka, sófár például, amit úgy sem tudsz használni, ha mérfogdosod, tehát hiába egy szent dolog, luláv, tfilin. Tfilin egy mükce szombaton. Tehát tfilin nem tapizol szombaton. Miért tapizol tfilin? Úgy sem tfilin, akkor ne fogdossad. Tehát
Nagyon jó a kérdés, Mükce. Mükce olyannyira, hogy ha itt is van valahol, igen. Tehát például ez egy bázis a Mükce. Tehát maga a gyertya Mükce nem tud gyújtani. És éppen ezért, ha beüti egy sábbát table, azt a sábeszi asztalt, elvileg egy sábeszi asztalnál, ha figyelnek az emberek rá, ilyet nem csinálnak. Ez egy nagyon nagy ciki. Tehát olyannyira ez is ciki. Hát itt talán nem rakják rá a gyertyát arra a részre, amin esznek. Tehát ezt csinálni, ez egy nagyon durva. Ilyet sem ezt a szemben csinálni. Hanem úgy kell csinálni, igen, tehát ez asztal, ebben a pillanatban egy mükcebázis. Tehát most tele van a csótánnyal olyan gyakorlatilag, tehát így kell hátralépni, mert úgy kell, gondolj bele, tegyük föl, hogy kiöntöd a bort, és felgészítsd minden, vagy a gyertyát, mindent arrébb rassz, abban a pillanatban sábeszegsz, mükcéket nyúlkál, stb. Éppen ezért a jobb helyeken nem rakják rá, azt asztal mellett gyújtanak, vagy asztal végén gyújtanak. Próbáld keresni, ami van, hát ha van, ez egy jó sábeszi asztal, gyártya nélküli. Asztal végre szokták rakni, úgy még hozzá, hogy a terítő mellé, a terítő fölé rakják, vagy ahol én voltam, úgy volt, hogy az asztal utolsó 30 centén nem volt terítő, hanem ott csak a gyertya volt, mert a péntek este tök hosszú a terítő, leszették, és nem kell tudni a mükcéhez. És tehát viszont ha leszednek mindent róla, akkor hirtelen az asztal, csak a gyertya van rajta, a gyertyatartó, ez mükce, gyertyatartó is mükce, egészen egy mükce bázissá válik, ezért rárakta egy imakönyvet sokszor, vagy valami kidus poharat, mert a kidus pohár szentsége übereli a gyertya mükcességét. Szóval ez elég bonyolult dolog egyébként, tehát valami micvének kell lenni minden asztalon, mert ha nincs rajta valami micve dolog, akkor az egész asztal mükcével. Mondom egy példát, tehát a éjjel szekrényed, ami ott van az ágyad mellett, és ég egy lámpa rajta. Lámpa az mükce, ezáltal a szekrény is mükce lesz. De az egy könyvet, egy imakönyvet, egy talmudot, egy bármilyen szent könyvet, mondom fogva, az erősebb, és akkor elveszíti ezt a mükce bázis jellegét. Tehát igen, hát ez úgy kell csinálni, jó tanács, hogy le lehessen szedni mindenképpen a gyertyát az asztalról, bármikor is. Talán, igen, hát ezek ilyen gagyi múzeumi cuccok. Jó, ez a lényeg. Szóval erre figyelni kell, igen, látod, hogy ki profi sabatos, ki amatőr sabatos, tehát, hogy hova rakja a gyertyákat. Na, a... Nincsen. Tehát a profi, tehát most mondom magamat például, nemünk a gyertyát az ablaba gyújtja az Anikó. De van egy márványlap, azon gyújtja meg, sosem az asztal, mert nem lehet leszedni róla. Tehát ott van asztal, hogy két gyertyát, azt sem hozzányúlni egész sabátkos, a terítőhöz, most még le tudod kapni róla, szóval vagy gyors vagy nem vagy gyors, vagy játékban, de egyszerűen értelmetlenné válik, tehát nem gyújtanak gyertyát asztalon. Igen, és visszatérve egyébként, ha itt vagyunk a mükcékhez, kutya is ugye éppen ez egy nagy-nagy mükce, mert egyrészt tisztáltam, mit csinál ezek kutyával, sabátkos semmit, illetve meg kell sétáltatni. És az milyen cikis, mert mit jelent a sétáltatás? Az, hogy cipelned kell egy kutyát magaddal, meg úgy a visz téged, mert a kutya az nem egy magától, tehát ugye vallásjogilag, ha te mész egy biciklivel, tegyük föl szombaton, akkor nem a bicikli visz téged, te visz a biciklit. Érted? A bicikli nem menne nélküled, tehát hiába te ülsz, hogy te hajtod, és vallásjogilag a biciklit viszed te, csak magad alatt viszed, tehát, mert a biciklik otthon áll a falnak támaszt, vagy a kutya is. A kutyának a elvitele az egy cipelés, feltéve akkor, hogyha
nyakörv nélkül csinál. Tehát bérsz a felekébe egyet, hogy menj el, és sétálsz utána. Ez a legjobb, de hát általában nyakörvvel viszik át és onnantól, hogy nyakörvet viszed, már cipelésnek számít. De még egyszer mondom, nem ezzel kell kezdeni a vallási gyakorlatainkat. Tehát a lényeg az, hogy a mükce, mint olyan, egy rabbinikus szigorítás, mint látjátok, írtam is, hogy mondja a szöveg is, hogy egyszerűen az, hogy távol tarts magad az opcionális szombat szegéstől. És ha már itt vagyunk, például a legklasszikusabb mükce az a pénz például. Itt van, ez, amit a maga tilalom miatt válik, a pénz. És a pénzről már beszél a misna is, mert Shabbat Monei. Igen, hát kellemetlen dolog, amikor az ember hazamegy, és kint van még a pénz véletlenül a szobájában, jobb esetben az ágyára odaszól egy kis pár ezer forint. Tehát akkor hogy alszik az ember ilyenkor? Hazamegyek, és látom, hogy a lányaim megszámolták az ő zseppénzt az ágyukon, és ott hagyták a fémpénzeket, vagy mit tudom, bárhol is. Hogyan, mit lehet ilyenkor csinálni? Nem azt mondják az ágyban? Tehát a pénz az mükce, maradjunk ebbe, ez egy rendtém. Pontosan. Fogod, lerántod. Tehát ez amikor ugye hiába a egész ágy egy mükce bázis, le kell szedni, fogod, és akkor a párnát, vagy mind van, az így lerakod a földre, kész. Tehát ez van, még egyszer mondom, aki ezt csinálja szombaton, telefont felemeli, nem szeg meg a tórát, egy rabbius tilalmat szeg meg, de az is olyan tilalom a rabbius tilalom, mint a tórai tilalom. Majd ugyanolyan. Bármit. Igen, szintén a misna beszél erről, ez egyértelmű halakha van erre kapcsolatban, hogy amennyiben nem lehet vinni szombaton a gyereket, mondják, viszont ha el tud menni elvileg a lagásra zsinogáig gyalogosan, és közben megmagacsolja magát, akkor föl lehet venni. Én ezzel nem értek egyet, megmondom őszintén, mert ma a zsinogó távolságok olyan távolságok vannak, pláne, hogy tudom, hogy a ember nagy része kocsival, villamosos többé jár, hozza a gyerekét. Én azt csináltam egyébként a gyerekeimmel, akik szintén babakoruk óta zsinogába jártak, mert fölöltek már nem járnak, de magamra kötöztem izével, tehát gyerekhordóval, mint volt a rajtam, ilyen, vettem ilyen kendőt direkt, ez a babahordó kendő, és azzal kötöttem magamra, és lehet, hogy egy hibás dől, azt mondom, hogy abba, hogyha én megengedem azt, hogy legyen rajtam karóra, mert ékszer, vagy gyűrű, vagy öltöny, ami tök felesleges dolgok, öltöny felesleges, óra felesleges, de akkor ugyanígy számomra egy dísz az, hogy van egy gyerekem, és ezért indokoltam magamnak, hogy hiába azt mondja a misna, hogy a gyereket ne vigyed, annak ellenére én így magamra véve. Ez az én szobámban van benne. A Szonya. Ja, ezt nem fotózta a Szonya le, igen. Ez nem, szóval azt fotózta nem a Szonya. Igen. Még a sok. Ez? Na. Igen, van érv, igen. Na, jó, és akkor itt akkor két dolgot mondani még, ami nagyon fontos a Shabbat kapcsolatban. Egyrészt, mint mondtam, hogy kivinni magántehető közterületre tilalmas. Éppen ezért van négyfajta terület a szombattal kapcsolatban. Reshut Harabim. Reshut Hayakhid is. Jó. Oké.
Resúz. Bocsánat. Átírta a spellcheck. Na, van négyfajta terület a halakhában, az is darabin. Jó van. Az jó, most lesz már végre. Oké. Okay. Van négyfajta terület a halakhában. Igen, na ez az, tök jó. Itt van Bükler. Jó, na. Szóval van közterület, Ristarabim, közterület, utca. És utána Jachid, a lakásom. A lakásom van, és utána Jachid, ennyi lakásom, bejövök a lakásomban. Van egy úgynevezett karmelit. A karmelit a kettő közötti rész, egy küszöb például, egy kerítésnek a teteje, ami sem köszönösen mentett. És van a makompatúr, ami a totálisan vegyes rész, például a légkör, a víznek a mélysége. Tehát amikor a repülők makompatúrban repkednek például. Ez a terület van, azért, hogy egyikből a másikba hogyan lehet vinni, ez a nagy kérdés. A legnagyobb tilalom, ez a magánterületről közterületre. Például itt van, nézd, itt van egy izével, egy izé, szof, sétak, éruv, az van írva, hogy vége az éruvnak. Azért, mert a két nagy területet, a magántörzsök, a kármelyzet felejtsük, a küszöt felejtsük el, meg a helyet felejtsük el, ez miket nem érint annyira. A két nagy terület, a magántörzsök, a közterület, a lakások, az utca. A tóra alapján lehet vinni bárhol, városból ne vitt ki. A sabatkor. A rabbik csinál a szigorítást, azt mondják, hogy nehogy a városból kivid, még a lakásból se vitt ki. Ez egy rabbikus tilalom. Egy rabbikus tilalommal van, ezért egy másik rabbikus tilalommal felül lehet írni ezt, lehet annulálni a tilalmat egy engedménnyel, de csak feltételekkel. Azt mondja, hogy éppen azért, hogy nehogy kivigyed a városból, megengedem lakásból kivid, az a feltétellel, ha jelzem neked azt, hogy meddig viheted ki, és kötetettél arra, hogy egy jelzetet rakjál, hogy meddig viheted a cuccokat. És ezzel én visszavegyítem a magát a közterülettel, a vegyítés héberül éruv, az este héberül erev, azért, mert a nappal és az éjszaka találkozása, erev este, éruv, magát a közterület, és az éruv lesz az a dolog, amit a királynak a város köré, itt van, stb. Itt is van éruv, csak mondom, hogy mit tudom, van. Ott jelzi a rabbit, másik fejezze a cuccom. Tehát az éruv, ott megy a... Van Philadelphia, van például éruv. Mehetem, van éruv? Mehetem benne? Nem kell, mert ez egy szik. Tényleg? Igen. És lehet vinni? Ja, a Brooklynban kérdéses. A lényeg, hogy van a három éruv, de egy bizonyos réteg nem fog egyébként. Igen. És el, mert túl sok a forgalom. Igen. Igen, ugye azt jelenti, hogy a közterületemet picit magánévá teszem. Azt jelenti, ez úgy kell csinálni egyébként, hogy minden lakos számára kiraknak kaját nyilvános helyre, ebből bárki ehet, és hazavihet szombaton. Például nem eszik bele senki, kivárnak a két darab izék rohadt bárhez a város közepére, a Times Square-re, hogy ebből bárki ez, és jogosult mindenki hazavinni, otthon enni, ezáltal az egész mit a Manhattan, vagy bármit, vagy Budapestet egy lakássá csináljuk, de azt mondják, hogy mondta a Dávid is, hogy milyen lakás az,
ahol a Kossuth-Lajos utcában egy nap végigmegy 600 000 ember, az nem lakás. Vagy aki volt Izraelben például, a Jabotinszki úton, amelyik megy, Tel Avivból megy kifelé, és kétszer öt sávos út, azt mondták a rabik, hogy bizonyos embermennyiség fölött annyi ember, ami Izraelből jött 600 000 ember per nap, fölött mennek át emberek, akár többször ugye, ezt nem lehet beruholni már. Tehát éppen ezért, akik tiltakoznak, de az eruv maga ugye visszaengedése volt a tilalomnak. Ja, itt is rajta, itt is van például, mindjárt keres. Mit? Ah, igen. Antwerpen van. Eruv. Igen. Itt van, tessék, a eruvok. Ez ellenőrizni kell mindig, ha el van vágva például, akkor ez probléma. Ugye Budapesten azért lenne könnyű dolog, és akarják csinálni többen is, hogy egyszerűen a 4-es villamos az körbekeríti a várost, ugye a körút vonalán, és a végén a villamos körvonalba. Tehát ott van egy vonal már fönt, nincs benne megszakítás, stb. Tehát ez egyszer kényelem. És ezeken jelzik azt, hogy hol van az eruvok ilyen kis cuccokkal. Tengerparton úgy is mutatja, hogy melyik az eruv. Kedvenc adom, a bent a... Ugye, aki látta a Unortodox című filmet, ezzel kezdődik, hogy ott állnak az ajtóba az anyukák a babakocsival, nem tudunk kimenni, mert az eruv elszakadt. Ott áll minden a babakocsi, hogy nem mennek ki a házon kívülre. Mert emet ki az utcát, kellene tologatni a városban, de itt van, tessék, itt van például San Francisco-i eruv. Ekkor csinálni pár utcát. Tehát itt van, hogy tervezik a eruvokat. Ez egy kényelem egyszerűen, semmi másról nem szól. Lehessen cipelgetni, itt van. Mely eredményen. Szóval az Amerikában ezek nagyon lelkesek. Itt van, tessék. Boston, Brooklyn. Na, szóval ezt meg lehet csinálni. Pesti eruv. Sokkal kisebb előbb van, mint az amiket kutattam. Igen, na. Mi a pesti érú? Ez mi ez? Jó, majd megnézem. Ez mikor? Kérdezik, hát próbálkoztak, látom valaki, de nem jött. Volt. Na, ez nem is olyan lap. Na. Oké. Okay. Na, ez az érúv. Tehát ez egy fontos dolog, hogy ez visszaengedése egy munkának, illetve még egy dolgot szeretném mondani, hogy nagyon fontos, hogy ha ez nincs, akkor nem cipelni, akkor ugye például a mindenféle technikákkal lehet kivinni lakáskulcsot, sába, ilyen izékkel, látjátok, ilyen sabát övekkel, meg itt hogyan hozzuk a kulcsokat, mert övként kezeljük, tehát övbe, gumival, stb. Mert így már nem cipelünk, hanem övként van rajtunk. Tehát milyenféle technikák vannak erre a sabát cipelésre például, de elvileg semmit nem hiszünk, mit? Igen, ez a Schlisserhalle. Schlisserhalle. De semmi, ez egy vita, ez kóser, nem kóser, egy bávány más, nem bávány, vagy vita a Schlisserhalléről. Na, oké, ezt akartam mondani, tehát ez, ami minket érint, tehát telefon, meg ízek, itt a kocsiba értelmeszerűen sabátkor. Jó, oké, és utolsó, amit meg akarok mondani, a főzés szombaton. Értelmeszerűen főmunka, bisul, külön van bisul, tömtöm, sabbat. A szombati főzés brutális tilalom. Olyan a tilalom, hogy a Jóisten is pénteken adott dupla mannát, hogy sábeszkor ne főzzél. Pont. Csinálj mindent pénteken, készítsd el, rakd fel egy ilyen platára, amit mi is csinálunk, tűz, és minden legyen kész. Tehát ma már ugye nálunk a zsinagógában vannak ilyen főzőlapok, ezeken csináljuk. Régen itt kapható a metró a 20 000 forintért, egy ilyen megítőlap, bedugod, de egy timerre is kész. Amikor én laktam Izraelbe, akkor nem volt ilyen, hogy ilyenek voltak, hogy éget a tűz hátul, meg volt hajlítva egy acéllap, vagy bronzlap, és akkor azon melegítettük a sabátkor a kaját. De
Tehát ma már ezekkel a, ilyen volt régen, emlékszem rá, még fiatal koromban. Tehát tilos csinálni bármiféle ételt, ez a főzés a tilalom. A főzés azt jelenti, hogy a vizet fölmelegítem 48 fokig, ez a tilalom. Tehát ahogy úgy tudok teázni, vagy kávézni, hogyha van sabati víz, mert a zsinagógában nálunk van ez a nagy cucc, abban bekapcsolom sabat előtt, egész végig adja a meleg vizet nekem. De tilos főzni, sütni, hideg ételt lehet csinálni, tehát meg van főzve kemény tojás. Ezt tudod törni például, be tudod keverni borssal, vagy avokádóval, vagy mit tudom, libamájjal, azt lehet, de új ételt létrehozni főzéssel nem szabad, szombaton. Ünnepkor lehet, ne felejtsük el, de szombaton tilos ilyet csinálni. Még egyszer mondom, ez egy nagyon komoly tilalom. Tehát ez annyira komoly tilalom, hogy csak na. Tehát Sábeszkor nem főzünk. Ellenben péntekéje, tehát ma már mondtam, például sólet készítőgép, tessék. Hát nálunk is van zsinogában ilyen sólet készítőgépünk, azt jelenti, berakjuk a sóletet, van szombaton reggel a sólet nálunk, akkor berakod ebbe pénteken délután a sóletet, ebbe a slow cooker nevű cuszba, a lassú főző, és szombat délre kész a sóleted. De ezt teszi szombat reggel, ugye ezt a sóletet, amit már berakunk péntek délután főni. De még egyszer mondom, szombaton az, hogy el kell főzőskézni, az nem szabad. Ünnepen szabad, hogy fogunk külön tanulni róla, megfelelő technikákkal, előkészületekkel, de szombaton ez egy szombati alapvetés, hogy ezért van két bárkesz is, erre emlékezz, hogy kettő van, már pénteken megvan a kettő, és ennyi. Van-e kérdése bárkinek is eddig ezzel kapcsolatban? Nincs. Ja, akkor a tárca válik ez a mükcebázissá. Úgy tudod mozgatni, hogyha a tálcára ráraksz egy könyvet, egy imakönyvet, és akkor ez is, de ez ellenjavolt. Tehát, mondom egy példát, nézd, tehát például a kóser ez a nagy divat most éppen Izraelben, mert már pár éve kóser lámpa. Ami azt jelenti, hogy ő megcsinálva, hogy ez egy úrna egyébként, hogy van egy lámpa, és egy tőle elváló, tehát nem a lámpahoz nem hozzáérő technikával, van egy ilyen tudat, és elforgatod, egyszerűen bezárja, tök primitív a technika, tehát elzárja ez a lukat, átfordítja, ahol nincsen semmi. Így lehet nyitni, zárni például sabát közt a lámpát. Igen, kóser lámpa, vagy rányomod így, v-verziót. Lámpa végigve marad, csak fényedet eltakarod. Ami nagyon izgalmas dolog, ez nem jön a zsidók magukkal, itt is van egy kis lámpa, ez elé hajtod, látod a lámpit elé hajtod. Tehát független a lámpától, nem része, elé pöttyíted egyszerűen ezt a ízet, és kész. Ennek a B verziója, ez oknit húzol rá, de az ez hasonló technika, de nem javallott azért annyira. Így látjátok itt is, hogy ráforgatod. A másik nagy kedvencem, ami nem tud befutni végül, a kóser switch. Switch. A kóser villanykapcsoló. Ezt aki kitalálta, egyem a szívét neki, szóval kitálták azt, hogy nem áramkört zárva, hogy bevennek a működésébe, hogy működik, de a villanykapcsoló nem az áramkört zárja be, hanem közé megy a áramfolyásának. Hát és megindokolják, rohadtul letiltottak egyébként, látjuk ez egy honnan származik körülbelül, de ez a lényeg, hogy a áramkört másképpen szakítja meg, de nem futott be nagy sikert.
Szóval egyszerűen maga ez a mozdulat, egy zsidó, ez, hogy lámpát kapcsol föl, és ez nem fér bele egyszerűen. Hát ez a mozdulatot nem illik hozzá egy klasszikus zsidó gondolkodásmódhoz. Ez becsődött ez a gondolat. Bár lehet, hogy védhető volna, próbálkoztak vele, de megmaradtak a jó öreg timernél, ugye, amit használunk ugye sabbatkor, ugye a zsinogában nálunk is ugye ilyen timerek vannak, tehát kikapcsoljuk a központi rendszerünket. Igen. Ugye ez a legklasszikusabb, amit mi használunk, vagy ott is itt használok én például ez a timert. Ez a 1000 forintba kerül pontosan a polcsóban is van, mint ez. A IKEA-ban, meg bárhol. Hát ezt egyszer a 220-ba begyomkod a izéket, bejönkod a sabati melegítőt, és akkor az nem megy egész éjszaka 3000 watton, hanem megkapcsol reggel 9-kor, rákod a kaját, megmelegíti, kikapcsolod után 1-kor, kikapcsol este 7-kor, kikapcsol este 10-kor. Ennyi. Szóval ez szabad. Mert ez erre van programozva. Ezekkel a technikával. A zsinogában ilyen van, az egész zsinogát állítja a timer. Itt van, kosher klub, van itt mindenféle történet. Most már a mai világban $30 vehetek, vagy 6-13, nem véletlen. Jó van. Szóval, oké, majd nincs kés, akkor kis kávészünet, és aki nem bír magával, és akatolni a hegyszakasztról, azt szeretettel látjuk.